éves püspöki szolgálatom után április végével én nyugdíjba megyek a törvények szerint. És úgy gondoltuk tavaly, hogy elkezdjük a püspök választási kampány, kiírást ugye, hogy kell. Damacegnédi Kossuthás gimnáziumban érettségiztem, majd érettségi után beírtak katonának. Először ugyan teológiára szerettem volna lenni, de édesapám lebeszélt róla, és hogy a meggyőződés valószínűleg még nem volt nagyon szilárd benne, mutatja azt is, hogy le tudott beszélni róla. Így fölvételiztem a tanárképző főiskolára, Szegedre. A nyíregyházi gyülekezet határozta meg a gyermekkoromat, az ottani egészséges tirpák egyesség, szlovák egyesség, minden bizony a nyomokat hagyott bennem. Szegedi diák lett belőlem, ez 1972-76-ig volt, meghatározó időszak volt az életemben. Ugyanis az az ifjúság, amelyet én ott Szegeden találtam, döntötte, segített pontosabban eldönteni bennem azt, hogy végül is lelkész lettem. Budavárban szenteltek lelkészé, és ott is kezdtettem, 2 éven át voltam segédlelkész. Káli püspök 80-ban Nagyványokra helyezett segédlelkésznek, és a hely szelleme egy Bonyhádon is mondatja velem, hogy az innen 6 kilométerre lévő Nagyványokon életem nagyon szép 3 évét tölthettem, mint segédlelkész. Iskola időszak volt ez is, hiszen a svábsággal itt ismerkedtem meg. Aztán volt egy nagyon jó hangulatú ifjúsági óra 76-ban, amikor 102-en voltunk és Barcó Andrással figyeltünk. Ez volt szombaton, hétfőn jött a telefon, hogy a Lendvai utcában ennek nem örültek. Azonnali hatályba elhelyeztek a Budavárból. Végül is 1 évet töltöttem, tőle Károly mellett. Végül Rákos Csaba Pécer is azt tegett az első hely, ahova önállóként kikerülhettem. Úgyhogy akkor 1 éve már nős voltam, feleségem Háfenyser Márta. Kiskörösi 20 évem igen tanulságos volt, nagyobbik részét igazgatólelkészként töltöttem. Tanulságos volt több szempontból is, mert meg kellett tanulnom másokkal együtt dolgozni. Együtt dolgoztam édesapámmal, egykorú lelkészen, Nagyocskai Vilmossal. Együtt kellett dolgoznom velem egyidős lelkész házaspárral, Szabó Vilmossal és Pirics Zsuzsannával. Együtt kellett dolgoznom a feleségemmel. Fajtalcsára 81-ben választottak meg, úgyhogy hoztam magammal hozományként Pécert is, a Szeget is. És 97-ben alakult úgy egy házunk fejlődése, hogy a missziói törvény megszületett, és ez lehetővé tette azt, hogy egy függetlenített missziói lelkész álljon szolgálatba. És akkor erre én megbízást kaptam. Mikor november táján beindult a jelölési eljárás, kollégáim kerestek meg. Nem olyan nagyon sokan, de az Egyház megyében. És ők azzal indokolták, hogy olyan püspököt szeretnének, aki nem elsősorban, és ez nem minősítés és kritika, ezt szeretném mindenki jól érteni, nem elsősorban tudományos munkásságra, külföldi utakra összpontosít, hanem ott akar lenne a gyülekezetekben. Én magam is egy olyan püspököt szeretnék a déli egyházkerületben, aki pásztor. Az a legtragikusabb, hogy már nem vagyunk népegyház, még mindig azt hiszük, pedig az adatok már ki kéne, hogy józanítsanak minket, és még nem vagyunk missziói, és a kettő között vagyunk egy nagyon furcsa átmeneti szakaszban, és azt hiszem, hogy nem lehet sokáig a kerítés tetején ülni, tehát tovább kéne mozdulni a missziói egyház felé. Remélem, hogy bármelyikünk is lesz a püspök, beiktatás után, meg azután, hogy a püspöki keresztet a nyakukba akasztják, vagy valamelyiknek a nyakába akasztják, nem fog megváltozni. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban! Gáncs Pétert a déli evangélikus egyházkerület gyülekezetei püspökké választották.
Most, amikor beiktatjuk őt hivatalába, együtt vagyunk Isten színe előtt, áldást kérünk testvérünkre és könyörgünk, hogy kegyelméből pásztorunk legyen. Testvérem az Úrban, Gáncz Péter, hallottad Isten igéjét az egyház szolgálatáról, ezért most az élő Isten színe és a keresztény gyülekezet előtt kérdezlek, elhatároztad-e, hogy vállalod a déli evangélikus egyházkerületben a püspöki szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus Krisztus követeként és a reát bizottak pásztoraként teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed? Elhatároztam. Elkötelezésed jeléül nyújtsd jobb kezedet. Kérdezlek benneteket, a Magyarországi Evangélikus Egyház déli egyházkerülete közgyűlésének vezetőit és tagjait, elfogadjátok-e Gáncz Péter testvérünk szolgálatát, mint az egyházkerület püspökének szolgálatát? Készek vagytok-e vele az egyház építésén fáradozni és érte imádkozni? Igen, Isten segítségével. Most pedig mondd el a püspöki esküt. Én, Gáncz Péter, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten, hogy püspöki szolgálatomban, teljes erőmmel, és minden tehetségemmel, Egyházunk javát szolgálom. Egyházkerületünket lelkipásztori szeretettel kormányzom. A felügyeletem alá tartozó lelkész testvéreimet és munkatársaimat. Szolgálatukban támogatom. Testvéri közösségüket építem. A liturgia rendjén, és az ige szolgálat evangéliumi tisztaságán örködöm, Egyházi életünk jó rendjét és békéjét. A nekem adott isteni kegyelem, és emberi erő mértéke szerint, hűséggel munkálom. Isten segítsen engem erre. Amen. Úr Jézus Krisztus, te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és tanítókat szent egyházad építésére, és te készített fel őket a szolgálatra szent lelked sokféle ajándékával. Irgalmatban bízva kérünk, szánd meg népedet, s hívd el Gáncz Péter testvérünket a püspöki szolgálatra. Áraszt ki reá szent lelkedet, hogy püspöki szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon szeretetben, s valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped eljusson a hit egységére benned, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Testvérem az Úrban, Gáncz Péter, az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a püspöki szolgálatra, maradjon veled mindvégig. Én pedig beiktatlak a déli evangélikus egyházkerület püspöki tisztségébe az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gondjaidra bízom az egyházkerületet, pásztorod Krisztus népét ezen a helyen, ne kényszeredetten, hanem örömest, ne haszonlesésből, hanem odaadóan, ne uralkodj a reálbizottakon, hanem légy a példaképük,
hogy amikor megjelenik a főpásztor, elnyerd az örök élet koronáját. A déli evangélikus egyházkerület gyülekezeteinek, lelkészeinek és elöljáróinak szeretetébe ajánlom Gáncz Péter püspököt, a mi testvérünket az Úrban. Tiszteljétek és becsüljétek őt az egyház urától rendelt elöljárótokként, hallgassatok szavára az Úrért, kitartóan könyörögjetek érte, és a békesség Istene megőriz titeket fedhetetlenül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Most pedig vedd fel a keresztet, szolgálatod szimbólumát, Jézus Krisztus halála és feltámadása legyen ige hirdetésed középpontjában, és Krisztushoz hívogasd a te népedet is. Krisztus békessége legyen veled, kedves püspök testvérem! Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, tisztelt vendégeim, hivatásom és küldetésem, mi most induló püspöki hivatásom, küldetésem tartalma. Megköszöntő igehirdetésemben már jeleztem a két kulcsszót, passió és misszió. A János evangéliumából kapott bibliai alapról kiindulva e kettős pillérre szeretném fölépíteni püspöki szolgálatomat. Fontos a kettő közötti és kötőszócska is, amely világossá teszi a kettő szerves összetartozását. A passió misszió nélkül, meddő következmények nélküli torzó csupán. A misszió passió nélkül gyökértelen frázis, üres propaganda. Erről az összefüggésről nagyapám Gáncz Aladár, az evangélikus egyházi ébredés és misszió apostola, akinek teológiai látását, lelki örökségét ma is tudatosan vállalom és hirdetem, így vallott egy még 1934-ben Kispesten tartott előadásában, idézem. A misszió és a passió három okból tartoznak együvé. A passió a misszió elindítója, ez a missziói munka központi tartalma, és ezt várja a világ. Mert egyéb vallásos gondolatok, ima, ének, templom, oltár, szeretet, tanítás más vallásokban is van. De hogy Isten mindnyájunk vétkét az ő fiára vetette, és elvégzett mindent miértünk, hogy megváltson, ilyen nincs. Missziói kereszténységet vár a világ. Az a nép, amelyben a másokért való élés ösztöne kihal, át fog esni a történelem rostáján, és az egyház is, azaz egyház is. Eddig a 7 évtized távolából is aktuális profétikus üzenet, amelyhez csak annyit kívánok hozzátenni, ez a másokért élés, az úgynevezett holisztikus, tehát teljes átfogó misszió, tehát az ember egész valóját, testét, szellemét, lelkét, gyógyító és szolgáló küldetés. Ma már nem külső erők zárnak minket gettóba, hanem saját belső erőtlenségünk, önző kegyességünk, kicsiny hitűségünk bénít. Mindebből csak a megfeszített,
de feltámadott Úr tud kiszabadítani minket szavának és lelkének ébresztő, mások felé mozgósító erejével. Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés, kedves testvérek, tisztelt vendégeink! Ami szívemet ezekben a percekben új szolgálatom kezdetén eltölti, az a hála és a köszönet. Hála a Teremtő Istennek, hogy mindeddig megtartott szeretetében, hiszem, hogy ezután sem vagy magamra. Ebben az órában különösképpen is hálát érzek iránta az elmúlt 35 esztendőért, amelyet más szolgálati területen tölthettem el egyházunkban. Még ma is csak megindult szívvel tudok köszönetet mondani a déli egyházkerület lelkészeinek, a gyülekezeti közgyűlések tagjainak, hogy erre a magas kerületi tisztségre engem jelöltek, majd megválasztottak. Akik megválasztottak, akik ismernek, nem szeretnék csalódást okozni, rövid leszek. Tisztelt egyházkerületi közgyűlés, püspök úr, kedves Péter, felügyelő úr, kedves Zoltán! Több évtizedes együttes munkálkodás után most hadd köszöntjelek titeket, mint aki távozik az egyházkerület szolgálatából, és örömmel kíván áldást mindkettőtök életútjára. Arra hivattatok el, hogy léleképítést és közösségépítést végezzetek. Lesz majd annyi eredményetek, hogy el ne csüggedjetek, és lesz annyi kudarcotok is, hogy el ne bizakodjatok. De az Isten kegyelme erősebb, áldjon meg titeket, őrizzen meg és segítsen. Az egyházkerület népétől pedig, amikor búcsúzunk, Sólyom Jenő felügyelő és mint püspök, arra kérem támogassák, szeressék püspöküket és felügyelőjüket. Erős, várom Istenet!